Többek között a bejegyzéssel, adatváltozásokkal kapcsolatos adminisztrációs feladatokról és esetleges hiba lehetőségekről hallhattak azon civil szervezetek vezetői, akik részt vettek a Dunamenti Polgári Egyesület legutóbbi rendezvényén. A mai rendezvény tematikáját alapvetően a együttműködő partnerek megkeresései alapján állítottuk össze, illetve ezért gondoltuk úgy, hogy fontos lehet, hiszen ezek folyamatosan előtérbe kerülnek. A résztvevők többek között hallhattak arról, hogy miként kell eredményesen előterjeszteni egy változás bejegyzési kérelmet a civil szervezetek nyilvántartása kapcsán, ugyanis ez a leggyakoribb eljárási forma. Ezzel kapcsolatban is gyakran merülnek fel kérdések, amiket most megválaszoltak a meghívott előadók. E körben tájékoztatást nyújtunk arról, hogy az egyesületeknek egyáltalán mikor kell változás bejegyzési kérelmet benyújtani, azt milyen módon tehetik meg, milyen formanyomtatványt kell ehhez használni, miket kell hozzácsatolni, milyen mellékleteket, dokumentumokat. Kiemelendő emellett, hogy a bíróság központi internetes oldalán számos okiratminta elérhető, amelyek egyszerűsítik a civil szervezetek számára is az ügyintézést, illetve a bírósági eljárást is. Emellett számos olyan klub működik már akár több évtizede Tolna vármegyében, amelyek még nincsenek bejegyezve. A rendezvény célja ezért az is volt, hogy felhívják a figyelmet arra, milyen továbbfejlődési lehetőségekkel járhat, ha egy közösség bejegyezteti magát és hivatalosan is civil szervezetté válik.